Több koszorút is elhelyeztek a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium falán található emléktáblánál. 75 éve annak, hogy a középiskola is egy olyan gyűjtőpont volt, ahová németeket hurcoltak, majd innen deportálták tovább őket a Szovjetunióba. A koszorúzás után a Bonyhádi Művelődési Központban folytatódott a rendezvény, ahol Szabó Tibor alpolgármester elmondta, az előzetés és az elhurcolás kifejezéseket ma már szinte mindenki ismeri Magyarországon, de ehhez hosszú út vezetett. Szerinte ez a két szó a magyarországi németség legnagyobb tragédiáját jelzi. Az utódoknak az a feladatuk, hogy ne engedjék feledésbe merülni a történteket, mindig legyenek olyan új generációk, melyek képesek továbbvinni a német kultúrát, a hagyományokat, a német identitástudatot. A Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a város mindig is nagy gondot fordított arra, hogy fejet hajtson az elődök előtt, és emlékezzen mindazokra, akik sokat szenvedtek Bonyhádon. Mert ez a szörnyűség nem csak az egyének, hanem a bonyhádi polgárok kollektív tragédiája volt. Egy olyan összetartó közösségé, amelyre az az öngondoskodás és az önálló kezdeményezések polgári erénye volt a jellemző. Tisztelt emlékező közösség! Nincs embertelenebb dolog, mint a kollektív büntetés. A diktatúra mögött soha ne keressünk értelmet. A deportálás értelmetlen. Embertelen és megalázó. Ezen felül az elhurcoltak vagy hozzátartozóik évtizedekig viseltek magukon bélyeget, miközben nem követtek el semmit, és a sok-sok szenvedésért soha senki nem kért bocsánatot. Bonyhádon 1995 óta minden év január elején emlékezünk meg a Málenki robot áldozatairól. Ezen a helyen köszönöm meg a város nevében a Bonyhádi Német Önkormányzatnak, hogy az idei esztendőben is megszervezte a méltó visszatekintést az 1945 fagyos januárjában történt tragikus eseményekre. Végül engedjenek meg még egy gondolatot. Ha belegondolunk, soha ilyen fejlett technika és technológia nem segítette az emberiséget, mint ma. De ha a technika mellől elüldözzük a lelket, ha elfogadjuk, hogy különböző izmusok háttérbe szorítsák, vagy teljesen kiírtsák az életünkből Isten és a kereszténységet, akkor annak következménye ugyanolyan pusztítás lehet, mint ami a 20. században történt. Őrizni kell azok emlékét, akik küzdöttek. Emlékezni kell az áldozatokra és azokra a borzalmakra, amelyeket elkövettek ellenük. Fejtette ki Bognár Zalán, a Gulág és Gupi Kutatók Nemzetközi Társaságának elnöke. 75 éve vonult be a Vörösecseg Magyarországra, és hát itt éppen Bonyhádról éppen január 5-én és 7-én hurcolták az embereket ki a Szovjetunióban német származás indokával. És azért így mondjuk, német származás indokával, bár itt többségében valóban svábok voltak, de az ország más településein van, ahol magyarokat is épp úgy vittek. Az egyik NKVD-s őrnagy azt mondta, ha egy csepp német vér is van bennük, akkor az német. Tehát, hogyha az a 4 nagyszülőből vagy a 8 négyszülőből valaki német volt, akkor már németek számított. És úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséges ezekre emlékezni. Tehát ismernünk kell a múltunkat, hiszen a gyökereink vannak a múltunkban, és csak akkor lehet egy hiteles, egy jó jövőképünk, hogyha a múltunkat is ismerjük. És mindenképpen meg kell emlékezni ezekre a szomorú dolgokról, hiszen az ő áldozatukat, az ő szenvedéséget tennénk semmisé, hogyha erről nem beszélnénk. És én azt hiszem, hogy hát itt nagyon sokan élnek, akik leszármazottai az elhurcoltaknak. Egyébként az én nagyapámot is elhurcolták, őt mondjuk Budapestre vitték el, és nem németként, hanem csak az utcán volt, és rossz helyen volt, rossz időben, hogy így mondjam. Tehát egy más indoknál fogva, de azt látnunk kell, és fontos azt tudni, hogy egy olyan rendszer vitte el, akiknek az ember nem volt fontos. Bár a lágerekre azt hitták ki, hogy a Szovjetunióban a legfőbb érték az ember. Ehhez képest ugye az ellenkezője volt igaz. Tehát, hogy valóban a hazugság folyamatos volt. Ahogy bejöttek, azt ígérték, hogy nem akarják megszállni az országot, nem változtatják meg a társadalmi rendet, szabadon gyakorolhatja mindenki a vallását, de mindez hazugság volt. Hazugság volt, a Málenkire volt a kicsi munka, hiszen több éves szovjetunói kényszermunkára vitték őket. Az emberek, ahogy összefogtak, akkor túl lehetett élni. Volt egy bácsalmási családból, három lányt elvittek. A két fiú már a fronton elveszett, eltűnt. Három lányt is elvitték. Az apa azt mondta, hogy nem engedem őket. De hát, hogy az oroszok puskatusra fejbe vágták, összeesett, elvitték három lányt.
és akkor végül is ők egymásba kapaszkodtak, szét akarták őket osztani lágerekbe, így egymásba kapaszkodtak, végül is megtartották őket, maradtak egy lágerben, és ahogy az egyikük elmondta, hogy folyamatosan, amikor az egyik volt tifuszos beteg, akkor eladták az alsó szoknyáikat, és akkor abból vettek egy kis tejet, egy kis tojást, hogy életbe tartsák a testvérüket, és így végül is, csodák csodája, mind az öt gyermek hazatért. Közel 1900 főt vittek el Bonyhádról kényszermunkára a Szovjetunióban. A trianoni Magyarország területéről pedig összesen 300 ezer ember deportáltak, ebből 90 ezer személyt német származás indoka miatt.